Az Isten tenyerén címmel írt könyvet a nemzet sportolójáról, a kétszeres olimpiai ezüstérmes Kamuti Jenő törvívőről, reneszánsz nem csak sportemberről, a műfaj nagymestere Kő András újságíró, a meglepő részleteket sem kerülve. És akkor most a főhős, akiről a könyv szól, ő a stúdióban a vendégünk. Szervusz, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a meghívást! Jenő, miért vélte úgy, hogy a könyv címére utaljak édesanyját, hogy téged Isten a tenyerén hordozott? Hát édesanyámnak köszöntek majdnem mindent az életben, azon kívül, hogy megszült, de egész életem során anyás is voltam, finoman teregette az életemet, és mikor kezdett öregedni, akkor meglátogattam esténként, és vele voltam egy pár percig, csak egy köszönés, azt megkövetelt, hogy gyere, nézd meg este, úgy menj haza, és adj hálát az Istennek, az Isten tenyerénhoz. Ezt minden nap elmondta. És minden nap akkor újra meg újra rádöbbentem arra, hogy igaza van, és ahogy öregettem egyre inkább, visszatekintve éreztem, hogy engem irányítanak. És tényleg az Isten tenyerén hord sok szerint. Talán az is egy áldás az életemben, hogy csak a szépre emlékszem. Ez a megbocsátás és a harag nélküliség képessége? Igen, igen. Nem tudok haragudni. Kórházi igazgatóként is egyik kritikusom mondta, hogy az a baj vele legyen, hogy nem tudsz kirúgni senkit. Tényleg nem. Nem mondták ki senkit? Senkit. Beszélgettem vele inkább ötször, hogy így nem lehet viselkedni. Tehát leteremtettél embereket, de szakítani nem szakítottál. Nem. Nem éreztem volna jól magam. Ösztön talán. Hogyha csak most semmi másra, csak a sportpályafutásra gondolunk, és azt mondjuk, hogy Isten tenyerén hordoz valakit, 5 olimpián 2 ezüst, van 6 VB ezüstöd mellé, hát a fényes kard és a fejvő párbajtőr árnyékában tőrözőként tényleg a tenyerén hordott az Isten? Igen, igen. Igen, látszólag pekhesnek is mondhatnám magamat, igen, utólag, hogy második lettem és nem első. Én már akkor boldog voltam, amikor döntőbe jutottam, akkor örültem, és tudtam, hogy mások is örülnek. Szóval egy elvárásnak eleget tettem, az összes többi már vagy jön, vagy nem jön. Hogy mondjam, azzal a szándékkal nem tudtam az ellenfelemre tekinteni, akár valami bodobogérvaló vívásért is, főleg az elsőért is. Az a minden áron való győzelem én vívtam, szerettem volna győzni, az nem igaz, hogyha nem. Trükköket nem találtam ki, amit meg tudtam tanulni szeretett mesteremtől, Béla bácsitól, Baj Bélától, azt megpróbáltam, sok-sok gyakorlással, mert azért készültem nagyon. Többet vívtam, azt hiszem, mint a kollégáim, a törző kollégákról beszélek elsősorban, és ennek meg lett az eredmény. Mindig az volt, és ma is utólag is azt tudom mondani magamra, hogy én kihoztam magamból azt, ami a tehetségem adott, hogy idáig eljutottam, rövidebb voltam, mint az átlag, nem voltam talán annyira gyors, és hát ezeket mindegyiket több edzéssel próbáltam elérni meg. De amit az előbb mondtál, ez megütötte a fülemet, ez, hogy tehát trükköket nem akartál bevetni, a megszerzett tudásoddal, tisztességgel, a maximumot kihozva, vívva úgy mentél neki minden döntőnek, és nem úgy, hogy élet-halál kérdése. Soha nem figyelmeztettek volna. Az arany meg a győzelem. Azt hiszem, hogy ez a fajta attitűd, mentalitás, az összefügg azzal, amit egyébként elmondtál a kórházigazgatóságod vezetői attitűddel, igaz? Igen. Itt most ülve várva a bejövetelre hozzád, eszembe jutott egy gondolat, ami most jutott eszembe először életemben, hogy a két dolog, két hivatásom, két szenvedélyem, mert mind a kettő szenvedélyes, csak szenvedélye lehet valamit csinálni, az előkészítés, a felkészülés során is, hiszen akkor tudja legyőzni az ember magát, hogy most már unom, nem tanulok annyit, vagy nem emelek annyit, nem kitöréssel. Egyet nem lehetett csinálni az élet másik szenvedélyemmel, a gyógyítással. Ott nincs kecmesz, ott tulajdonképpen az embernek mindig 100%-ot kell nyújtania. Erre ugyanúgy fel kell készülni, előző este már az ember végig gondolja, hogy mit fogsz csinálni, holnap hogy fogod csinálni, és még így is adódik, ugyanúgy, mint a vívásban,
meglepetés. Hiába készítettük elő mondjuk magunkat, meg a betegetés arra fél órára, vagy órára, vagy három órára, azt szerint, hogy a műtét meddig tartott, mindig belecsúszhat egy-egy ilyen dolog. A két szenvedély, az kiegészítette egymást. Mind a kettőből kaptam. Az orvoskodásból, a gyógyításból a tökéletesre való törekvését, és azt, hogy nem szabad feladni, nincsen, hogy csiki-csuki, már a műtétél egy megoldásán, és a vívásban is. Törvívás egy konvenció szerint megy, és azt a konvenciót be kell tartani, ugyanúgy, mint az orvostudomány. Hát ezt akarom kérdezni, hogy egyébként te minden esetben szabálykövető ember vagy, ilyen szempontból konzervatív, mert hogy csak hogyha az ember ezt a könyvbe belenéz, és vannak benne érdekes és ahogy te mondtad, meghökkentő részletek, mondjuk gondolok arra, hogy szabálykövető igazából az, aki egyébként tesz kivételt, és mégiscsak ő akarja egy családtagját, nevezetesen a lányát megműteni, vagy mondok egy példát, aki azért mondjuk a müncheni olimpián egy puli kutya csempészetben azért mégiscsak szívesen részt vesz. Mérlegelek, melyik a fontosabb? Egy kicsit jelenségben, nem az én szempont. A kutya esetében sem én voltam a fontos, csak egy nagyon jó barátomnak a akkori körülmények között egy lehetőség, meg a körülmények nem voltak. Neki akarta segíteni. Igen. És tulajdonképpen minden legális volt, papírok rendben voltak, minden, csak kivéve az akkori törvény szerint nem lehetett volna kutyával azt csinálni. De nem én engedtem ki, csak vele voltam, mert fontos, csak segítetted az akciót, igen. Jenő, mit gondolsz, a környezeted számára van idegesítő tulajdonságod? Biztos. Mi lehet az? Nem, tökéletes nincs. Hát talán például az a gyerekeim szavára hallgatok, és elhiszem, hogy mondtam, amikor régen, mikor versenyeztem, hazajöttem, vártak az állomásra, hazamentünk, feleségem vacsorát főzött, és elkezdtem mesélni, mi történt. Ők a kicsik voltak, akkor ilyet is meséltem, hogy nem úgy ment a repülő, és én féltem, és kívülről kellett megcsinálni, remekszem el azt, és kimásztam a szárnyára, amit hogy néztek, akkor kicsit felébredtek, ott újra aludtak, mert unalmasan tudom előadni azt, amit is szeretnék elmondani, egyszer mindent szeretnék elmondani. Végig kíséri a könyvet ez a kamutis életszeretet, a színes, derűs létezés igenlése. E tekintetben nekem úgy tűnik, hogy ezt a fajta, mondjam, ezt a derűs hozzáállást tartotta a legfontosabbnak az életben, nem? Igen. Ezt fontosnak tartom, de a legfontosabb az, hogy reggel borotválkozás közben, ha belenézek a tükörben, csóváljam a fejemet, hogy ezt nem így kellett volna. Megbántani valakit, az még ha meg is érdemli, az valami iszonyatos nehézségek elé támad. Én pozitívnak gondolom az életet, már azt is ideig megértem egészségesen, de az, hogy valami rossz, az pillanatokat el tudom felejteni. Ez egy adottság. Nem neveltem magamat erre, senki sem nevelt ezt így. Talán annyit, hogy az ember, ha figyel az életben, az utcán, a kórházban, a vívóteremben figyelni kell, hogy a másik hogy viselkedik. Tehát én nagyon tudom a kis dolgokat is élvezni. És akkor, ha nem elég nagy dolog, akkor feltupírozom, hogy ez érdeklaz dolog, hogy ez történt. Szóval ez egy genetikus adottság, én azt hiszem. Anyám volt ilyen, apám az pessimistább volt, de az életben még akkor is, hogyha nehéz, törekedni kell arra, hogy mi a szép, és mi az, ami a kicsit biztos, hogy a medicinából jött, hogy annál nagyobb öröm nincs, mint ha valakit tud segíteni. Bejön sántámba, és hozzák, és saját lábam megy. Ez a sebészetek is a nagy adottság és lehetősége, és ebben éltem. És ezért is örülök mai napig is, és szinte keresem magamnak a feladatot, hogy segíthessek valakit. Jenő, kívánom, hogy maradj ilyen még sok-sok évtizeden át. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen neked.